Sziasztok, örvendek, hogy velünk vagytok az M3 Autó Parkban, ahol egy Fiat Fiorino-t fogunk megnézni Concerto segítségével. Nagyon szépen tud mutatni ezzel a kis kecses bal kezével. Rögtön meg is nézzük, hogy mit tud ez az autó. Először is ugye 2011-es évjáratú a jármű, és egy 1.3-as multijet motoros, itt vannak ilyen adatok, ugye 75 lóerős ugye az autónk, és ugye 2019. februárig van műszaki vizsgálja, úgyhogy ott másfél év tulajdonképpen. Két darab kulcs, ami már is üzemkész, 306 ezeret futott az autónk, ugye ABS is van, és egy kis rövid indítás után szépen ketyereg az autón, veszi szépen a fordulatot is, és elhasznak a cseklámpák, ami pedig világítanak, világítania kell. Na és nézzük akkor az extrákat, ugye légzsákos szervókormányunk van, igen, könnyedén mozgatható, tükrök, ablakok elektromosan állíthatóak, aztán itt van lent, itt a kormányoszlopállítás. Ez egy működőképes, hibátlan manuális klíma, amit bekapcsoltunk előbb Concertóval, és tényleg megy a kompresszor, és jön a hideg levegő szinte azonnal. A járgányban szereltek egy plusz telefonkihangosítót, amivel össze lehet itt dugni. Aztán itt a CD rádiónk, ami szintén működőképes, és még mindig van extra állítható, ugye az ülés magassága, és ugye mivel kis haszongépjármű, úgy van itt egy kis csomagtér, rács, hogy ne a nyakunkba zuhanjon a termék, amit szállítunk. Amúgy ritka kék színű az autó álszában, haszongépjárműek fehér színűek, alufeln is plusz van még, és van itt vonóhorog is, ha valaki nem férne meg benne, illetve egyharmad, kétharmadban nyílik ugye a két darab hátsó ajtó, már is megoldunk, ugye járda felől könnyebben tudunk pakolni, nem kell annyit hátrébb lépnünk. Benne van az autónkban négy darab téli gumi, ugye lemez felnyire szerelve, és ott a pótkerék is benne. Nézzük meg a járgányunknak ezt a tolóajtóját, hiszen egy tolóajtós autóról van szó, hogy még könnyebben tudunk rámolni, könnyebben hozzáférünk a termékekhez, mint például ugye a pótkerekekhez, amit Feri és Peti is nagy köszönettel ugye be is tettek, hogy köszönöm a segítségüket nekik is. Ugye két személyes az autó, és van még mindig extra, hiszen kötfényszóros a jármű, és akkor nézzünk bele a motortérbe is. Persze, ha kinyitottam volna, de megint nem nyitottam ki, de majd a próbakörön meg fogom nektek mutatni. Tartsatok velünk oda is, de ha már rögtön megelégetetek ennyivel, akkor gyertek be hozzánk, és legyen a tiétek ez a Fiorino. Ha tetszett az autó, vagy a videó, akkor nyomjatok a végére egy ilyen jelet, amit nagyon szépen megköszöntem nektek. Legyen szép napotok!